Jó hangulatban és hamisítatlan tradicionális dallamokban volt részük azoknak, akik szombaton ellátogattak a Sóstói Múzeumfaluba, ahol első alkalommal rendeztek látogatói pikniket. 1970-ben kezdték meg a skanzen kialakítását, 9 év alatt 3 szatmári és 2 rétközi portát telepítettek a 9 hektáros területre, itt azonban nem álltak meg a munkálatok. Szinte minden évben történt valamilyen épületnek az elkészítése, átadása, és mindig történt valamilyen esemény a múzeumfaluban, de hát emellett a múzeumfalunak az a küldetése, hogy a hagyományos kultúrát őrizze és ápolja, és ehhez kapcsolódóan nagyon sokféle rendezvényt készítettek, azokat a naptári évhez kapcsolódó ünnepi szokásokat minden évben fölelevenítették, amely ma is része a múzeumfalu programkészítésének. Ezeken a rendezvényeken széles körűen ismerhetik meg a látogatók a régi idők hagyományait, nem csak a portákat és mesterségeket, a korabeli viseleteket is bemutatják, és mindig része a programnak a magyar népzene is. Az egyik legfontosabb az, hogy megmutassuk azt, hogy milyen gyökereink vannak. Érdemes átgondolni azt, hogy milyen hagyományaink vannak akár a kereszténység szempontjából, akár a falusi lét, akár a városi létből, és egy ilyen helyszín, ami lényegében több száz esztendőnek a kultúráját ötvözi, és egy bő óra alatt megmutatja azt, hogy a paraszti, polgári és a kisnemesi portától milyen változások, az emberek hogy éldegéltek, hogy szárították a terményt, és mikor megszólal a muzsika, vagy a gyerkőcöket meglátjuk itt gyönyörű népviseletben, lényegében életre kell ez a több száz éves hagyomány. Nyíregyháza egyik legismertebb turisztikai attrakciója, nem csak országos hírű, határon túlról is előszeretettel látogatják a sóstói létesítményt. Legfontosabb és talán a legszívbemarkolóbb bizonyíték az, amikor az emberek megtöltik a Sóstói Múzeum falut, és itt valóban hallunk nem csak magyar hangot, hanem valóban külföldi hangokat is, és ez is azt jelenti, hogy nem csak a magyarok fogékonyak a magyar kultúrára, hanem a külföldiek számára is rendelkezik az olyan novummal és érdekességekkel, amelyre akár turizmust is lehet építeni, gazdasági előnyöket is lehet belőle aknázni, és azt hiszem, hogy ez mindenképpen fontos. De azt hiszem, hogy mégiscsak a leglényegesebb dolog, hogyha magáról a múzeumfaluról beszélünk, és a Sóstói Múzeumfaluról, amelyet nevezhetünk Nyíregyháza szívének is, hogy itt jelen van az a kulturális hagyaték, amely az egész megyére jellemző. Bár a koronavírus átalakította a múzeumfalu programtervét, az év második felében még kínálnak élményeket. Ilyen lesz a hagyományos augusztus 20-a, a régi Magyarország ízei és a Márton nap. Új elemként pedig vendelnapi programot és töltött káposztanapot is szerveznek.